voltam Ugrányvakban, mesélj, hogy alakult ideig. Eddig nagyon jól sikerült, mind a két versenyt megnyertem, amin elindultam. Remélem ez a harmadik verseny sem lesz nagy csalódás számomra, remélem az élen tudok végezni. Ki a legnagyobb ellenfeled eddig az időeredmények alapján? Az időeredmények alapján Marci, az első előfutamban megvert, és Bruno is elég közel van hozzám. Remélem jó verseny lesz azért. Én minden tőlem tehetőt megteszek természetesen, és úgy gondolom, hogy bármi benne van a döntőben, hogy bármi történhet. Csendes Zsoltitól kérdeztem, most tőled is megkérdezem, hogy a hátsó kerekes hajtás az a visszafordító belőny vagy hátrány? A nagy hátrány azért, én úgy gondolom, főleg az én váltómmal, mert nem nagyon adja ki azt a visszafordítót az én autóm, szóval ott szenvedek elég teljesen. A hátsó hosszú ív, ugye a cél egyenes után, azért az úgy viszonylag jó a hátsó kerekeseknek, de a többi az nem annyira. Köszönöm szépen, van-e valami taktika a döntőre? Hát teljes, többig nyomom gáz. Köszönöm szépen, úgy legyen. Szervus Zsolti, túl vagyunk a Greinbachi hétvégén, második helyet sikerült szerezned, hogy értékeled ezt a második helyet? Jó volt, megküzdöttem érte, Marci elég gyors volt a hétvégén,
de szerencsére nem tört össze a kocsi, így van minden jó. A következő esetben még gyorsan a kocsi. Nitro egy kicsit visszacsúszott a végén, ez ponttáblázatban mit jelentett? Hát nem tudom, nem néztem a ponttáblázatot, de nekem biztos, hogy jót jelent. Következő futam kapucson lesz, mivel tudtok rá még újítani, ha akartuk újítani egyáltalán? Nem tudom, jobban nyom magát, nem tudom. Hogy értékeled a hétvégét, milyen volt? Jó volt, elején kicsit esett, de aztán szerencsére kicsit adta meg, ami a honoknak nagyon jó. Meg a BMW-nek is, de jó volt, nekem nagyon tetszett. Köszönöm szépen. Köszönöm.